estét kívánok, köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit. A hagyományos kórus fesztivál, gyerekszínház és egy előadás szerepelnek a mai magazinunkban. Nézzük mindezeket képekben. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ez is elhangzott a 9. alkalommal megrendezett Pünkösdváró Kórus Fesztiválon, ahol 6 kórus mutatkozott be. Légy bátor és kedves! A gyerekeket várta a színházba a Bajai Fiatalok Színházának társulata a Hamupipőke című előadásra. A krimi koronázatlan királynője az ismeretlen Agatha Christie. Az írónő életéről és az őt övező rejtélyekről tartott előadást Tircsné dr. Propper Valéria a Városi Könyvtárban. Ez a mai ajánlatunk, tartsanak velünk! Az idén is megtartották a hagyományos Pünkösdváró Kórus Fesztivált a Csodálatos Baja programsorozat részeként. A szervező a Bajai Liszt Ferenc énekar meghívására 6 kórus érkezett a Bácskai Kultúrpalotába. A rendezvényen világi és egyházi művek, valamint népdalfeldolgozások szólaltak meg. A 9. alkalommal megrendezett kórusfesztiválra az egész országból, valamint a szerbiai testvérvárosból, Zomborból érkeztek fellépők. Többek között női és vegyes karok, gyermek, családi és madrigál kórusok álltak a színpadra. A rendezvényt a vendéglátó kórus nyitotta meg. Az eseményen külön köszöntötték a városvezetőket és a zombori küldöttséget. Annak ellenére, hogy ez nem verseny, szakmai bizottság is meghallgatta a csoportokat, aminek tagjai a rendezvény végén elmondták tapasztalataikat a karnagyoknak. Köszöntő beszédében a város polgármestere Kodály szavait idézte. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ünnep ez a kultúrának, a zene ünnepe feltétlenül, és hát az idei évben mindenféleképp meg kell említeni, hogy Kodály Zoltán tanár úr 2017 éves emlékéve alkalmából is ünneplünk. Kodály Zoltánra a világon sok helyen emlékeznek meg az idén. Baján Kertész Attila karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Kodály Társaság nevében osztotta meg gondolatait. Diplomázó diákként várták Kodályt annak idején, de csak a rossz hír érkezett, emlékezett vissza. Szálfa dőlt ki közülünk, utolsó nagy szálfák között, utolsó óriása annak a nemzedéknek, mely a századforduló idején és utána következendő évtizedekben megváltoztatta Magyarország szellemi arculatát. Elsőként az 1990-ben megalakult aranyminősítést szerzett bátaszéki pedagógus kar állt színpadra. A csoport főleg világi énekekkel, népdalfeldolgozásokkal készült. 20. századi művekkel készültünk, próbáltunk olyanokat választani, amik már jól mennek, illetve mivel én másfél éve vezetem még csak a kórust, igyekeztünk olyanokat választani, amit már velem együtt tanult meg a kórus. Több mint 50 éves a szekszárdi madrigál kórus, ebből mintegy 30 évig dr. Jobbágy Valérral az élén. A repertoárjukban több olyan mű is szerepel, ami újdonságnak számít még a szakembereknek is. Ez abból fakad, hogy igyekszem a kórus repertoárt olyan művekkel bővíteni, ami meggyőződésem szerint értékes, ismeretlen, és hogyha nem vesszük elő, akkor továbbra is néhány száz évre az ismeretlenség homályába vész. Egy Giuseppe Caimo darabbal indítunk, aki egy 16. századi elég rövid életű komponista volt, de az alatt a rövid, nem egészen 40 év alatt, amíg élt, addig akkor legmodernebb technikát alkalmazta madrigájaiban. Szülők és gyerekek énekelnek együtt a 8 fős Family Singers együttesben. Vegyes műsorral készültünk, a reneszánsz kórusművektől egészen a kortárs magyar, illetve baltikumi szerzők műveiig, világi és vallásos vagy szakrális művekkel egyaránt, sőt, még egy Beatles feldolgozás is lesz a műsorban, tehát teljesen vegyes, amivel céljaink szerint leginkább megmutathatjuk, hogy mit lehet családban belül elérni. A zombori csoport tagjai a jelenlegi felállásban fél éve dolgoznak együtt, a kórus története azonban több mint 180 évre tekint vissza.
Vegyes programmal érkeztünk, szerb, pravoszláv zenével és katolikus zenével. Ez azért van így, mert mind a kétféle keresztény kultúrát képviseljük. A 150 éves Liszt kórust 25 éve Makai Gézán vezeti. Házigazdaként elmesélte, már ősszel elkezdik a szervezést. Járjuk ám mi az országot, világot, Magyarországot, és ismerkedünk kórusokkal. És akkor megtetszenek, és meginterjúvoljuk őket, hogy hajlandóak eljönni, mert nem kis áldozat ez a részükről. A rendezvényen minden kórus oklevelet kapott, majd az est közös énekléssel zárult. Ismét a gyermekeket várták a Városi Színházba május közepén. A színpadon ezúttal Tökből Hintó lett, Szolgáló lányból pedig Hercegnő. A Hamupipőke című zenés mesejáték azt üzent a kicsiknek, bátorsággal és kedvességgel bizony semmi sem lehetetlen. Jaj, hát gyorsan bödrökkel, és úrold fel a vécét! Táncoló állatok, gonosz mostoha és jóságos tündérkereszt anya. Volt minden a Városi Színház teremben, ami egy igazi tündérmeséhez kell. A Bajai Fiatalok Színházának társulata ez alkalommal elsősorban a gyerekekre gondolt, amikor színpadra állította a Hamupipőke című zenés mesedarabot. A rendező Ottmár Attila a Grimm testvérek klasszikusát ötvözte Disney és természetesen a társulatra jellemző elemekkel. Mindenképpen szerettünk volna ebben az évadban egy mesejátékot is színpadra állítani. A Hamupipőke ötlete az igazából már az elmúlt évadban felmerült bennünk. Bennem az döntött el, hogy ez a mese legyen. Ez egy nagyon varázslatos, egy nagyon-nagyon színes, ráadásul egy olyan mesejáték, amelyet meg tudtunk csinálni így kicsit énekesre, kicsit táncosra is. Nekünk mindig az a legfontosabb, hogy elbűvöljük a gyerekeket. Szerintem erre a Hamupipőke tökéletesen alkalmas. A darab alapjául a Grimm mesét, vagy inkább a Disney mesét vettétek, mi alapján dolgoztátok fel? Igazából, mint oly sok mesejátékunknál, igyekeztünk több forrásból is meríteni. Az alap Grimm mese volt természetesen a fő cselekményszál, de igazából raktunk bele egy picikét a Disney féle vonalból is, illetve van egy olyan filmfeldolgozás néhány évvel ezelőtt készült, amely nagyon megtetszett nekem, főleg azért, mert egy picikét kibővítve meséli el a történetet. Benne van még az is, amikor az elején a Hamupipőkének, akit itt Ellának hívnak egyébként eredetileg, benne van még az édesanyja, édesapja, megtudjuk, hogy hogyan marad árván, megtudjuk, hogy milyen indítékai vannak a mostohának, miért szeretné ő az ő lányait kiházasítani a herceggel. Tehát igazából nekünk így dramaturgiailag egy kicsikét ez kedvezőbb volt, meg hát színészi játékban is, és így aztán itt több helyről próbáltuk meg összeállítani, illetve hát én mindig arra is figyelek, hogy a saját társulatunkra is illő legyen ez a mese. A rendező hozzátette, a szereplők kiválasztása nem volt nehéz, hiszen nem is kellett gondolkodnia például azon, ki játsza Ellát, azaz Hamupipőkét, hiszen nagy almavirág hangja, természete és külseje miatt is tökéletes választás volt erre a szerepre. Az ő lénye, az ő hangja, alkata és hát a tehetsége az arra predesztinálja, hogy ezt a szerepet eljátsza, és hát mellé igyekeztem én olyan szereplőket válogatni, akik jó partnerei lehetnek. Így a herceget, ugye a Nagyboti játsza, aki már nagyon sok szerepben látható volt itt a társulatban, és hát ők nagyon jól passzolnak így egymáshoz itt a színpadon. Gonosz mostoha szerepében Horváth Magda látható, aki először tűnik fel ilyen nagyobb szerepben nálunk, és hát én azt gondolom, hogy remekül hozza ezt a velejéig romlott figurát. Az ő két lányát, Göbl Gabi és Éber Kata alakítja. Hát az ő szerepük a leghálásabb szerintem ebben a mesében, hiszen a két mostoha tesónak a karaktere egy kicsikét azért ilyen vicces is, pont azért, mert ilyen eltúlzott karakterekről beszélünk. És hát minden más szerepet is olyanok alakítanak itt, akikre a legjobban illik az a szerep, amit rájukasztottam. A társulat már rögtön az első előadás után megkapta a pozitív visszajelzéseket, hiszen a gyerekközönség nem rejti véka alá sem a tetszését, sem azt, ha valami nem jött át nekik. Gyerekközönségnél mindig rögtön megkapjuk a visszajelzést, hiszen a gyerekközönség a legőszintébb a világon, én azt gondolom. Ők azonnal reagálnak mindenre. Hogyha tetszik nekik, akkor nevetnek, tapsolnak, hogyha pedig nem, akkor unatkoznak, és akkor beszélgetnek. Én ezt nagyon örültem annak, hogy itt az elejétől, amikor elkezdődött a mese, síri csöndben nézték. És egész addig, amíg az első poén el nem hangzott, addig ilyen feszült figyelemmel követték az eseményeket, és hát nagyon sokat tapsoltak, nagyon-nagyon élvezték a mesét. Reméljük, hogy a mai két előadás
előadás, még ami egy bérletes előadás, az szintén így fog majd lezajlani. Az Ellát alakító Alma Virág örömmel bújt bele egy igazi hercegnő bőrébe. Nagyon örültem, amikor az Attila megkeresett, hogy lennék-e én, mert szerintem ez nagyon aranyos szerep, hogy ilyen kis kedves, meg minden, de azért a végére elszáll belőlem majd a kedvesség, és majd föllépek a gonosz mostaháim ellen, úgyhogy nagyon örültem neki. Láttad az eredeti mesét is, vagy olvastad az eredeti mesét is? Igen, láttam már az eredetit. Kiskoromban már ugye olvasták, megismertem ugye a történetet, és van belőle egy film is, azt is megnéztem, és igyekeztünk főként a film alapján összeállítani az előadást. A Disney hercegnők sok kislánynak a kedvencei is, te hogy voltál ezzel? Én nekem még mai napig a kedvenceim, szóval teljesen Disney hercegnő rajongó vagyok, és nagyon szeretem őket, szerintem nagyon kedves kis karakterek. Milyen érzés volt megszemélyesíteni egyet? Hát először furcsa volt, mert ugye a hétköznapi életben nem szoktunk ilyen meseszerűen létezni, és először furcsa volt, de utána nagyon tetszett, és most egyre jobban szeretem. Hogyan zajlottak a próbák, mióta készültök erre a darabra? Hát körülbelül 3-4 hete készülünk a darabra. Hát intenzív készülés volt, mert nem volt sok időnk, de jó volt így, hogy nem húztuk szét az egész évre, és így nem tudtuk elfelejteni semmit. Ez egy zenés darab ismét, ugye énekelni és táncolni is kell, ez mennyire volt megerőltető? Hát az éneklés kevésbé megerőltető, de a tánc az egy kicsit nehezebben ment, legalábbis nekem. Pláne a kettő együtt, az néha teljesen káosz volt, de már sikerült nagyjából kitisztítani, és szerintem már jól fog sikerülni. Milyen érzés volt gyerekek előtt szerepelni? Nagyon jó, én nagyon szeretem a gyerekközönséget, mert minden poénon nevetnek, meg mindig tapsolnak, és nagyon édes, szóval bármi, amit mondunk a darabban, ők mindig reagálnak rá, és ezt szerintem nagyon jó így érezni a színpadon. Mi szerinted ennek a mesének a tanulsága? Hát, hogy mindig ki kell állni amellett, amiben mi hiszünk, és amit mi szeretnénk, és húha. És talán az, hogy tényleg a kedvesség meg a szeretet az azért mindennél erősebb, mint az összes Disney mesébe, ami így benne van. Hát ön meg mit keresi, kisasszony? Talán valami baj esett? Nekem nem. A herceget alakító Nagy Botond elmondta, nehéz volt azonosulnia a romantikus lelkű Williammel. Én alakítom William herceget, akivel majd a hamupipőke, azaz Ella, majd az erdőben fog találkozni, egy véletlen folytán, ugyanis a mostohály elűzik otthonról, és az erdőben összefutnak, és ez a tipikus szerelem első látásra, és hát a szereppel igazából nehéz volt megbirkózni, hiszen kicsit távol áll tőlem ez a szerep, hiszen nem szoktam meg az ilyen, hát mondhatni nyálas szerepeket, mert általában ilyen negatív karaktereket szoktam játszani, és azok általában jól is állnak, nekem azt mondják. Úgyhogy kicsit nehéz volt ez a szerep, de megbirkóztam vele, úgy érzem, meg is dicsértek, úgyhogy szerintem egész jó kis előadást tudok majd így csinálni, ezt a szerepet így eljátszom. Melyik tulajdonságait emelnéd ki Williamnek, mi a jellemzőre, hogyan jellemeznéd őt? Mindenképpen akár egy herceghez, ahogy illik, ugye a délceg, mindenképpen végtelenségig kedves, egy mindenképpen pozitív karakter ez a személyiség, ilyen szerelmes típus, nagyon tisztelettudó, és mindenkinek köszön, ugye, ahogy illik. Vannak szerinted olyan tulajdonságai, amit azért a mai férfiak is, vagy fiúk is átvehetnének? Hát ez érdekes kérdés. Hát a tisztelettudó az mindenképpen szerintem egy olyan jellemző, amit ma is szükséges egy igazi férfihoz. Amit még kiemelnék, szerintem az a kedvesség, a figyelem, az mindenképpen fontos szerintem a mai világban, hogyha egy férfiról van szó a nő iránt. Úgyhogy szerintem ezek mindenképpen fontosak. A próbák jó hangulatban zajlottak. Nem jelentett gondot, hogy sokan zsűrögtek, forogtak a színpadon és körülötte is. Ugye nagyon sokan vagyunk, rendkívül sokan, ugye gyerekektől a felnőttekig nagyon sokan szerepelünk ebbe a darabba, de úgy érzem, hogy egy összeszokott társaság, mindenki ismer most már mindenkit, tudjuk, hogy mi milyen, ki milyen személyiség.
Mi ugye az Ellával, a nagy almavirággal régóta ismerjük egymást, úgyhogy nekünk összeszokni annyira nem kellett, mert nagyon jóba vagyunk már évek óta, és szerintem mindenki belead apait, anyait, úgyhogy nagyon jó előadás lesz szerintem. A Gonosz mostoha szerepében egy ismerős arccal találkozhattak a nézők. Horváth Magda külügyi referens ez alkalommal nem nyelvtudását, hanem színészi képességeit csillogtathatta meg. Drizella és Anasztázia anyukáját alakítom, egy vígözvegyet, aki élete virágában próbál meg most a második házasságából némi vagyont kovácsolni, és természetesen előnyös házasságot köttetni a leányai számára, és hát természetesen ezzel egyidejűleg hamupipőkének az életét megkeseríteni. Horváth Magda örült a szerepnek, még akkor is, ha mint mondta, tudja, hogy ezzel a karakterrel nem lett a kicsik kedvence. Attól tartok, hogy ebben most egy icipicit néha próbáltam vicces lenni, de a mostoha az egészen picikék számára bizonyosan nem szerethető, tehát azért lehetett hallani, amikor elhajítom az üvegcipelőt, és az összetörik, akkor hú, de gonosz, tehát nyilvánvalóan egy icipici óvodás számára én vagyok a legrosszabb, ami csak történhet ebben a mesejátékban. Én mégis azt hiszem, hogy abszolút illik hozzám ez a szerep, és egy negatív karakterből is ki lehet hozni, azt hiszem, azokat a mélységeket, ami pont ahhoz kell, hogy hamupipőke és a herceg megfelelőképpen érvényesüljön. Magdát a nézők az Egy asszony élete című darabban is láthatták már. Ez azért egy nagyobb kihívás, és ezt egyértelműen ott már Attilának köszönhetem, aki azt hiszem, hogy mértani pontossággal találta rám ezt a szerepet, és én borzasztóan örültem neki. Tehát akkor rögtön el is vállaltad? Igen, egy másodpercig nem gondolkodtam rajta, megmondom őszintén. Magam is 3 gyereket nevelek, tehát az anyaszerep nem áll messze tőlem. Azt, hogy kényeztetnék, vagy kicsikét elfogultabb lennék a szokásosnál a saját gyerekeimmel az nem feltétlenül jellemző rám, de egy kicsit gonoszkodni mindig jó. A jövőben is akkor, hogyha megtalálnának ilyen szerepekkel, akkor szívesen elvállalnád? Ha és amennyiben időm engedi, akkor mindenképpen, mert nagyon élvezem. A színészek játéka, ének és tánc tudása, valamint a humorral fűszerezett, izgalmas, pörgő események mellett a szebbnél szebb díszletek és jelmezek az előadás első percétől az utolsóig lekötötték és elvarázsolták a nézőket. Mint oly sokszor már, Fehér Baros Anikó készítette most is a jelmezeinket, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy valami csodát művelt a szereplőkkel, hiszen nagyon-nagyon sok jelmez van megint. A legtöbben át is öltöznek elég sokszor, hát a főszereplőkön kívül egyébként a táncosok is, hiszen azért itt, ha már táncosra csináltuk ezt az előadást, akkor nagyon sokan játszanak még úgy benne, hogy nem konkrét szerepük van, hanem mint a tánckar része, vagy mint tömeg jelennek meg a színpadon, de hát őket is öltöztetni kell, méghozzá többször is. Aztán itt vannak az állatszereplők, ugye 4 kisegér, 2 liba, 1 kecske, 1 cica, hát és nekik is a karakterhez illő jelmezeket kellett, és én azt gondolom, hogy már maga az egy varázslat, ahogy ők kijönnek a színpadra. Most is egy gyönyörű díszletben állunk, több helyszínen fog zajlani, akkor gondolom itt is a cselekmény. Milyen helyeket mutattok majd még be, miket visztek még színpadra? Ezt igyekeztünk ügyesen megoldani ismét, hiszen itt a Városi Színházteremben, ahol nincs forgószínpadunk, és elég kevés helyünk van egyébként a színfalak mögött is, egy kicsikét szűkösen kell gondolkodnunk. A legfőbb helyszíneink az itt az Elláiknak, a hamupőkének az otthona, azon belül is inkább a kertet választottuk, ahol a legtöbb jelenet játszódik. Aztán van egy báltermünk, ami egy nagyon fontos helyszín, azt teljesen át kell alakítani a színpadot. És hát ezen kívül ilyen apróbb helyszínek vannak, amit inkább ilyen fényváltásokkal, meg aztán a függöny előtt is sokat játszunk az előszínpadon, azzal is ki lehet váltani egy-két helyszínt, de azt gondolom, hogy sikerült úgy megjeleníteni, mint természetesen a technikusaink segítségével, akik gyönyörűen bevilágították a díszletet, hogy tényleg varázslat van a színpadon. Az előadás elbűvölte a nézőket, többek között azzal is, hogy a rendező természetesen hű maradt az eredeti történethez. Hamupipőke és a herceg a nehézségek ellenére végül egymásra talált.
Agatha Christie élete és a rejtélyes 11 nap, amikor eltűnt. Ezzel a címmel tartott előadást a Városi Könyvtárban Tircsné dr. Propper Valéria. A nyugalmazott könyvtárigazgató az írónő teljes életművét bemutatta, megemlítve sok más mellett azt a rejtélyes időszakot is, amikor eltűnt. A krimi koronázatlan királynője az ismeretlen Agatha Christie. Ezekkel a gondolatokkal kezdődött Tircsné dr. Propper Valéria előadása. A Guinness rekordok könyve szerint ugyanis Shakespeare könyvei és a Biblia után Agatha Christie könyveit adták ki a harmadik legnagyobb példányszámban az egész világon. A krimieit megfilmesítették, a tévés csatornák között kapcsolgatva szinte minden nap belefuthatunk egy-egy Poirot vagy Miss Marple részbe. A Miskolci Könyvtár egykori igazgatója beszélt az írónő életéről és műveiről, valamint arról a 11 napról, amikor eltűnt. Valójában senki nem tudja mai napig sem, hogy mi történt. Az okot azt valószínűleg tudjuk, de például a 60-as évek közepén még hipnotizálták is Agatha Christie-t, és próbálták hipnotikus állapotban megfejteni ennek a 11 napnak a rejtélyét, és akkor sem tudott visszaemlékezni semmire. Az eltűnésének hátterében az áll, hogy férje, Archibald Christie elhagyta egy másik nő miatt. Aznap este Agatha egy levelet hagyott hátra, amelyben azt írta, Yorkshire-be utazik. A nem tudom hanyadik variáció az az, hogy nagyon is észnél volt, és kifejezetten tudta, hogy mit tesz és mit cselekszik, ugyanis a férje barátnője egy Nancy Neal nevű hölgy. Abba a szállodába pedig, ahová Agatha Christie bejelentkezett álnéven, és ahol a 11 napot töltötte, ő maga, tehát Agatha Christie, Teresa Neal néven jelentkezett be. Na most ez a névazonosság, ez nagyon is afelé mutat az én véleményem szerint is, és néhány életrajzírója szerint is, hogy a férjét, ha nem is bosszantani akarta, de minden esetre, ahogy mi szoktuk mondani, a nyulat ki akarta ugratni a bozótból, hogy a férje valóban döntse el, hogy őt választja-e, vagy pedig a barátnőjét választja. Agatha Christie álnéven romantikus regényeket is írt, de az utókor számára a 80 detektív regénye és a nagy sikereket arató West End-i színpadi darabjai miatt emlékezetes. Színpadi darabja az Egérfogó tartja az első bemutatót követően a leghosszabb időn át játszott előadás rekordját. Több mint 40 éve meghalt, de gondolatai ma is aktuálisak, amellett, hogy regényei szórakoztatóak, olvasmányosak, és a cselekményen túl a ma emberéhez is szólnak, tette hozzá az irodalomtudományok doktora. Érdekesség még, hogy sok a magyar vonatkozás az írásaiban. Vannak olyan szereplői, akik vagy Magyarországra utaznak, vagy magyar származású. Például több regényében is szerepel szépséges magyar grófnő, aki vagy a jó oldalon áll, vagy a kevésbé jó oldalon, minden esetre legtöbbször rejtélyes figurái Agatha Christie regényének, és van egy kötete, amelyben nagyon-nagyon érdekes áthallások vannak számunkra, magyarok számára, amely regényben úgy fogalmaz Agatha Christie, hogy ne lehessen megtámadni, vagyis pert ne lehessen ellene indítani, de akik számára írja, azok számára teljesen egyértelmű lesz mindaz, amit olvasni lehet a regényében. Ez magyar címre fordítva, mert az eredeti angol címe nem ez volt, a Királyok és Kalandorok című regényéről van szó. Ráadásul angol száz, de talán az egész világirodalom egyik legismertebb detektív figurája, Poirot, szintén nagyon-nagyon érdekes magyar vonatkozása van, ugyanis Poirot alakjának ihletője egy magyar krimiírónő detektívje volt, amelyre az egyik regényében utal is maga Agatha Christie, tehát abszolút elismeri annak a bizonyos magyar írónőnek az elsőbségét.
Az én véleményem az az, hogy igazán Agatára és a gondolataira, egyáltalán az ő életére a saját regényeiből lehet következtetni. Nem az első olvasáskor, mert én magam is egészen fiatal gyerekkoromban, amikor elkezdtem olvasni Agata krimijeit, akkor persze az események, a történés, a cselekmény érdekelt, és persze az izgatott, hogy ki a gyilkos, és szerettem volna megfejteni, hogy ki lesz a gyilkos, soha nem jöttem rá egyébként. De amikor már másodszor, harmadszor olvastam a köteteit, akkor bizony föltűntek számomra azok a bizonyos mondatok, amelyeket ő a világról alkotott véleménye, egyáltalán Anglia helyzete, és amit már említettem, hogy a magyarokhoz fűződő kapcsolata, bár soha nem járt Magyarországon. Tircsné, dr. Propper Valéria eredetileg magyar királynőkkel, árpádházi királylányokkal, illetve nagy utazó hölgyek legendáival foglalkozik. Agatha Christie egy mellékszerelem számára, akivel a Frankfurti utas című könyv elolvasása után kezdett el foglalkozni, mivel az merőben eltér a többitől, mesélte az előadó. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban. Az Osztrák-Magyar Kiegyezés Történeti Megítélése és Alternatívái címmel dr. Mayer János tart előadást a Városi Könyvtárban május 24-én este 6 órától. A Helyismereti Klubban Sarlós István levéltáros a bajai tüdőgondozóról beszél 25-én délután 5 órakor a Városi Könyvtárban a Régi Könyvek termében. A Karib-tenger gyöngyszeméről, Kubáról tart fényképes élménybeszámolót Antal István 25-én este 6 órakor a Városi Könyvtárban. Regényfolyam a Szent László évre. Benkő László, a Magyar Írószövetség tagja beszél a köteteiről a Bácskai Kultúrpalotában 25-én este 6 órakor. Az elhallgatott nő. Az amerikai krimi színpadi változatát a Rábl színpad előadásában nézhetik meg az érdeklődők 27-én és 28-án este 7, illetve 5 órakor. Hősök napja és holokauszt megemlékezés. A városi rendezvény 28-án délelőtt 10 órakor kezdődik a Déri kertben az 56-os emlékműnél. A holokauszt bajai áldozataira pedig a zsinagógában emlékeznek meg 11 órakor. A mozgómozi újabb 5 filmmel várja az érdeklődőket a Bácskai Kultúrpalotában 28-án. A Városi Gyereknapot 28-án tartják meg az ifjúsági szálló és kempingben. A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek és egészen estig tartanak. 20 éves a bajai Szent László AMK. Ennek kapcsán 30-án két előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalotában délután 3 órakor. A Babett lakomája című dán 1987-ben készült filmet vetítik 30-án este 7 órakor a Spirál Filmklubban a Bácskai Kultúrpalotában. Önök a Bajai Kultúra május 23-ai adását látták. Köszönjük, hogy más te is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a tévénk honlapján és a YouTube csatornán is. Friss összeállítással pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este a szokott időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.